transzparensen, hogy van, akik egy kicsit még humorosabb hangulatban vannak, csak a pedofiloknak legyen kötelező az injekció, Kaletta vakcináját mi készítjük. Járvány szolidaritási adót a vírus vámszedőire. Olvasom a másikat. És ott még egy. Üzenjük Orbán Viktornak, hagyják békén a gyerekeinket. Tisztelt hölgyeim és uraim, vigyázzunk egymás egészségére, ezért a rendezvény területén ne dohányozzanak. Meg lehet ugyanis halni nagyon sok mindenben, amiről nem esik szó az elmúlt hónapokban, években. És nem esik szó azokról a kritikus hangokról, amelyeknek ma itt hangot akarunk adni. Ezért kérlek mindnyájatokat, kérjük önöket, hogy aki teheti, a Facebookon saját profiljával is közvetítse ezt a tüntetést, vagy annak akár csak néhány felszólalását, hiszen egészen elképesztő, hogyan hallgatják el, emlékszünk? Hogyan hallgatták el az Orbán Viktor hivatala elleni tüntetésünket is? Lényegében egyetlen médium sem tudósított a több mint 1000 fős tüntetésünkről. És ahogy nézem, ma még többen vagyunk, többen és egyre többen. Köszönjük, hogy itt vagytok! Az elhallgatásra persze számítanunk kell, ahogy eddig is megtapasztaltuk. Október 23-án egyedül a mi Korvin közi megemlékezésünkön szólalt föl 1956-os hős Pongrácz András személyében. Nálunk volt egyedül külföldi felszólaló Robert Winnicki, a Lengyel Nemzeti Mozgalom parlamenti pártelnökének személyében. Egyedül nálunk szólalt föl és mutattunk be államfőjelöltet Popé Gyula személyében. Mégis elhallgatták a gyűlésünket. Ahogy ne legyen meglepetés számunkra, hogy a híradók nem a mai tüntetésünkkel, nem a kritikus gondolatokkal lesznek tele ezután sem. Sőt, az NMHH legutolsó havi összesítése is igazolja a harmadik utas Mi Hazánk mozgalom törvénysértő elhallgatását. Pusztán 0,2% a híradókban való megjelenési arányunk, ha a politikusok szereplését tekintjük 100%-nak, a közmédiában kereken 0%-ban jelent meg a Mi Hazánk. A Facebook pedig nemhogy törölte pártunk elnökének, Torockai Lászlónak 207 000 követővel rendelkező oldalát a 2019-es EP választási kampányban, mely után 3,3%-ot értünk el, már akkor egy évvel sem a megalakulásunk után, de leírni sem szabad a Mi Hazánk mozgalom kormányfőjelöltjének nevét, monogramját sem, ahogy számos más programpontunkat is tilos említeni is. A Mi Hazánk mozgalom Facebook oldalát is törölték a cenzorok több mint egy éve, ezért kérjük tehát mindnyájatok segítségét. Minket tehát elhallgatnak, de hallgattassék meg a másik fél is, ezért mi korrekten helyt adunk rendezvényünkön más politikusoknak is. Kezdjük mindjárt Orbán Viktorral. Az ellenzék egyik orvos szakértője, közgazdás szakértője azt mondta, hogy mit kell itt önkénteskedni, tessék kötelezővé tenni az oltást, és akkor meg lesz oldva a helyzet. Ez hogy tetszik önnek? Hát a tényszerű állítás igaz, de nem diktatúrában élünk. Tehát ez egy demokrácia. Sőt, ami ennél fontosabb, hogy ez egy szabad világ. A demokrácia az csak egy kormányzati forma, meg választás, ennél többre van szükségünk, szabadságra. Ezért szerintem Magyarországon a kötelező oltás a vírus ügyében, felnőttek esetében nem járható. Tisztelt hölgyek és urak, kell nekünk ilyen szabad világ? Kell nekünk ez a diktatúra? Nem, soha! Kedves bajtársak, a dolgozó emberek zsarolása munkahelyük elvételével alkotmány ellenes, ezért a tömeges alkotmányjogi panasz benyújtása érdekében közzétettük a párt jogi kabinettjének beadvány mintáját az érintettek számára. A 2006-os TV-ostrom óta mindenki tudja, hogyha Torockai László egy székházhoz hív tiltakozni, az komoly dolog. Torockai nem játék, ezt tudja az Alkotmánybíróság is, azért talán
Pont ezért mai hír, hogy az Alkotmánybíróság tájékoztatása szerint az elsőként előterjesztett, a Mi Hazánk mozgalom honlapján már 2,5 hete közzétett sablon alapján benyújtott panaszt és annak több tucatnyi társát, az Alkotmánybíróság hivatala nyilvántartásba vette az ügyet, kiszignálták egy előadó alkotmánybíróra, bár nem árulták el, hogy kire, de ki fogjuk deríteni. Azért jöttünk ma ide, hogy nyomásgyakorlással éljünk, mert elég volt a zsarolásból, nem kérünk a kötelező oltásból. Nem örülünk neki, de nem tántorodunk el attól, hogy az Alkotmánybíróság a védettség igazolványokkal kapcsolatos, már majd fél éve benyújtott alkotmányjogi panaszunk nyomán arra jutott, hogy az alaptörvény alapján, veszélyhelyzet idején egyes alapvető jogok gyakorlása felfüggeszthető, vagy az alaptörvényben megállapított mértéken túl korlátozható, de csak rendkívüli jogrendben. És akármeddig nem tarthat ez a veszélyhelyzet. Elég volt ebből. Ezért nyújtjuk be az újabb és újabb alkotmányjogi panaszainkat az újabb és újabb diktatórikus intézkedésekkel szemben. És ezért vagyunk ma itt. A Covid-oltás egészségügyi dolgozók számára kötelezővé tétele miatt október 15-ig már mintegy 250 alkotmányjogi panasz érkezett az Alkotmánybírósághoz, és ma a Covid-oltásokkal szembeni tüntetések eddigi legnagyobb rendezvényeként összejöttünk tiltakozni, és hallgassuk hát meg első felszólalónkat, egy egészségügyi szakdolgozót, aki 30 éve nővérként most is házi orvosi rendelőben dolgozik itt az első kerületben, a Mi Hazánk mozgalom egészségügyi kabinetjének tagja, Árendás Mónika. Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden oltott és oltatlan jelenlévőt. Jó magam az Alkotmánybírósághoz ez esztendőben két alkalommal az oltatlanok megkülönböztetése és az egészségügyi dolgozók kötelező védőoltása okán nyújtottam be törvényességi beadványt a Covid-oltással kapcsolatban. Sajnos részemre már mind a kettő érvénytelenné vált, de vannak még sokan itt is szép számban gondolom, akik nem oltakoztak, és mert egyre inkább bizonyossá válik, hogy az oltás nem váltotta be az ígért biztonságot, ezért egyre erőszakosabban, ki tudja mi okból, akarja a kormány ráerőltetni az emberekre, hogy oltakozzanak. Nagyon várom, hogy megszülessen végre az Alkotmánybíróság döntése. Én engedtem a nyomásnak, a doktornőm szeptember 30-án a délelőtti műszakunkba beadta a Sinopharmot a vállamba. Ha ezt nem teszem, akkor a kormány rendelete alapján a munkaviszonyom a másnapi határidővel megszűnik, és ezzel a házi orvos és 1500 beteg nővér nélkül maradt volna. No, de ezt jogosan nem tette meg sok kolléga, akik inkább távoztak az egészségügyből az oltás kötelezettség miatt, ezzel tovább lehetetlenült az amúgy is létszámhiányban szenvedő egészségügy helyzete. Sajnos úgy tűnik, ez nem érdekli sem a kormányt, sem az egészségügyi szakdolgozói kamarát sem. Kötelezővé tették azoknak a kollégáknak is a beoltását, akik ezres nagyságrendű ellenanyagszinten rendelkeztek. Ez érthetetlen és szakmailag is komolyan megkérdőjelezhető. Ebben az országban nincsen önálló egészségügyi minisztérium, mióta a jelenlegi kormány van hatalmon. Megszüntették. Nincs kihez fordulni szakmai kérdéssel, munkaügyi kérdéssel, és gyakorlatilag nem védi meg senki a betegek és az egészségügyi dolgozók érdekeit. Manapság szakrendelésre, képalkotó diagnosztikára, tervezhető műtétekre lassan lehetetlenség időpontot kapni. A rehabilitációs intézetet nevezték ki Covid-ellátóvá, így ellehetetlenítik a balesetesek, a sztrókosok és az idős emberek csontörésből való felépülését. Ezt ahelyett tették, hogy az elmúlt 20 évben bezárt kórházakból néhányat erre a célra felújítva a Covid eddigi közel két éve alatt beüzemeltek volna, mondjuk például a sokmilliós oltásplakátok árát is oda lehetett volna csoportosítani. Most sunnyogó aljas módon az állami felelősséget a munkáltató kezébe áttolva, az oltás erőltetés lehetőségét megadva minden szektorra rányomják a kötelezést. Rendőrség, tűzoltóság, oktatás, közlekedés, köztisztviselő, valamint a multik és egyéb munkahelyek is immáron jogszerűen elrendelhetik, megkövetelhetik a kötelező oltást. És ez a mostani mindenkire kiterjesztett rendelet francia mintára még elvetemültebb, hiszen
ha a foglalkoztatott a védőoltást a munkáltató által meghatározott határidőn belül nem vette fel, a foglalkoztatott részére a munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendelhet el. Ez úgy vélem azt jelenti, hogy munkanélküli segélyre sem jogosult az oltakozni nem kívánó munkavállaló, hisz munkaviszonyát egyoldalúan ő szüntetheti meg csak. No és addig a munkáját egy másik kolléga pluszban egy fizetésért fogja csinálni. Ez végül is nálunk az egészségügyben sajnos bevett gyakorlattá vált. A rendelőnkben, itt az első kerületben hetente kapjuk az újabb és újabb hivatalos leíratokat a világszerte tapasztalt, bizonyítható oltás mellékhatásokról. Legtöbbet a Pfizer és az Astra mellékhatásairól küld a Nemzeti Népegészségi Központ, de már a Janssen is jegyzett ez ügyben. Felmerül a kérdés, hogy a gyermekeinket miért pont Pfizerrel oltják, de egyáltalán miért oltják a gyermekeinket. A hírekben és a szakmában sem közlik, hogy a fertőzöttek, a betegek a kórházban súlyos állapotban fekvők, valamint a covidosnak nyilvánított halottak közül milyen százalékos az oltott-oltatlan arány. Nálunk a rendelőben a PCR pozitivitással rendelkező fertőzöttek nagy többsége, közel 80%-a Pfizerrel oltott. Az ellenanyag tesztet végző laboratóriumoknál a vizsgálatkor fel kell tüntetni a vizsgát oltatlan vagy oltott. Ha oltott, mikor és mivel oltották, ez egy sok százezres adatbázis az oltásokkal kapcsolatban. Jó lenne az eredményt feldolgozva nyilvánosságra hozni. Még ha azt is hangoztatják a hivatalosak, hogy nem számít az ellenanyag szint a védettséghez. No de akkor mi számít, uraim? Édesapám arra tanított, hogy a gondolkodó ember tudjon és merjen kérdezni. Ha jól kérdez és nem kap választ, vagy ha kérdezéskor hirtelen befogják a száját, esetleg a kérdezést követően büntetést kap, ott valami komoly csalás lehet a háttérben. Nos, akkor én most feltenném a kérdéseimet. Miért nem közlik a megbetegedettek és a COVID halottak oltott-oltatlan arányát? Miért erőltetik az oltást, amikor már bizonyítható, hogy nem igazán véd meg a betegségtől? Miért oldják azzal a vakcinával a gyermekeinket, melynek immáron bizonyíthatóan a legtöbb mellékhatása van? Miért az oltatlanokra fogják a járvány terjedését, amikor az oltottak is fertőzhetnek, sőt, ha igaz, hogy ők többnyire tünetmentesen vészelik át a betegséget, akkor még nagyobb lehetőséggel fertőzhetnek? Az orvosok és egészségügyi dolgozók október 1-je óta kötelezetten oltottak. Most kedden Kásler miniszter úr azonnali hatállyal megtiltotta az oltott orvosok részére az orvoskongresszusok megtartását. Tehát a fertőzés veszély miatt az oltott orvosok nem lehetnek egy terembe. Mert szerintük az oltás működik, vagy már szerintük sem. Nos, én a harmadik oltást nem engedem beadni, így ha kötelezik, velem is egyel több lesz az, aki elhagyja az egészségügyet. Mindannyiunknak jó egészséget és COVID-mentes szebb jövőt kívánok! Árendás Mónika nővér, a Mi Hazánk egészségügyi kabinettjének tagja. És itt van velünk még számos szakpolitikusunk is, természetesen például Lantos János, a Mi Hazánk munkaügyi kabinettjének elnöke, aki szerint is nem nehezíteni, hanem könnyíteni kellene a munkavállalók életét a kötelező oltás helyett, hiszen tennivaló van bőven. A munkavállalói érdekképviseletet ellehetetlenítette a kormány, a tisztességes bérektől fényévekre vagyunk. A multikkal szembeszállni pedig nincs bátorsága Orbán Viktornak sem, ahogy a balliberális tömnek sem persze, pedig e nélkül továbbra is kihasználható olcsó munkaerőnek fogják tekinteni a magyar embereket. A Mi Hazánk mozgalom viszont valódi munkaalapú társadalmat akar, ahol a magyar dolgozó az első. Nagy szeretettel köszöntöm itt Vidó Attilát is, a legnagyobb tűzoltó szervezet alelnöki posztját cserélte ő a Mi Hazánk mozgalom képviselő jelöltségére. Ahogy látom, transzparensét, elnézést, nem vagyok beoltva. Attól még megengedi, hogy megmentsem az életét? Hát jó munkát kívánok a tűzoltó bajtársaknak is. Köszönjük, hogy itt vannak velünk, és kitartást kívánunk nekik. Mi is megteszünk mindent, hogy tovább folytathassák munkájukat, de nem mindenkit hagynak dolgozni.
Itt van köztünk egy ortopéd sebészorvos, aki a Magyar Orvosi Kamara elnöke, Heves megyei elnöke volt 2010-től idén júliusig, amikor kritikus megnyilatkozásai miatt, véleménynyilvánítási jogának gyakorlása miatt felfüggesztették kamarai tagságát. Szólítom hát a színpadra dr. Pócs Alfrédot! Szeretettel köszöntök mindenkit. Úgy is mondhatnám, hogy szeretettel köszöntök minden antifasiszta barátomat, aki most eljött ide, hiszen most már Magyarországon egyértelmű a Covid-fasizmus. Tehát aki tiltakozik ez ellen, az antifasiszta. Mi pedig azok vagyunk, hiszen Európában is látjuk, hogy két tendencia van a világon is, vagy értelmesen próbálják értelmezni ezt a helyzetet, mint Amerika fele, vagy pedig fasisztaként lépnek fel. Itt van Ausztria esete, aki elrendelte február 1-től a kötelező oltást. Küldik ki a 360 ezer embernek már az napokat, hogy mikor fogják beoltani erőszakkal, ha kell. Tehát nem szabad meghagyni. Eddig követtük Ausztriát, most már össze kell fogni és lépni kell valamit, mert ez a vég. Tesztelnek ugyan bennünket, mindig és mindenkor, minden rendelettel, de most meg kell mutatni az összefogást. És ez már nem csak az oltottakra és az oltatlanokra tartozik, mind a kettőnkre tartozik, nem csak az oltatlanokra, ahogy akartam mondani, hiszen Ausztriában azt is elrendelték, hogy a 7 hónap után rendszeresen fogják oltani. Tehát ha az előző oltást megkaptam, akkor utána 7 hónap múlva számíthatok a következő oltásra. Így nem lehet élni. Így nem lehet élni, ki kell mondani. Ausztriában elkezdték az 5 éves gyerekek oltását is. Hova jutottunk, emberek? 18 év alatti oltás, gyilkosság, ezt is lehet mondani, kimondom itt mindenkinek. Hiszen ez egy kísérleti vakcina, és ugye génmanipulált, a Johnson leíratában le van írva a génmanipulált szó is. Szintetikus mRNA-s és DNS van benne. Nem tudjuk, hogy mit okoz hosszú távon, hogy élik túl a gyerekek, hogy élik túl a felnőttek. Azóta már rengeteg tudományos eredmény van, ami bizonyítja, hogy ezek nem maradnak a válva, bekerülnek a vérkeringésbe, bekerülnek a szerveinkbe, és a szerveinkben krónikus gyulladást és trombózist. Ez a két alapbetegség, és a lényege a betegségnek a tüskefehérje, amit nem mondanak. A tüskefehérje termelődés okoz minden gyulladást, minden trombózist, minden elzáródást, ami létezik a szervezetben. Így van, ezt így kell fölfognunk. Az egészségügyet is teljesen tönkretették, azért is szólni kell itt az Alkotmánybíróság előtt is megint, hogy ugye 7 hónapig nem engedték el az embereket. Ezt elhallgatta az Alkotmánybíróság, majd utána pedig azt mondta, hogy már nincs értelme vizsgálni ezt az esetet, mert eltelt a 7 hónap. Utána pedig ugye erőszakkal kirúgták azokat, akik nem oltakoznak. Ebből az egészségügyből, amiből 100%-os hiány van nővérekből, orvosokból, de munkásokból is, legyen az akárki. És most megint utána arra hivatkozva, hogy a kórházak nem bírják, már nem győzik ugye a fizetést, eladósodás miatt is bocsátottak el embereket. És most azt mondják, hogy újra nem lehet az egészségügyből majd elmenni. Tehát olyan értelmetlen, logikátlan és ember áldozatokat követelő döntésekről van szó. Itt van ez a lehetőség most, hogy a munkavállalókat is kötelezik. Ez bennünket arra szólítson föl, hogy fogjunk össze minden szakszervezet, vasutas, legyen az akármilyen szállodás szakszervezet, bármi, csak együtt tudunk eredményt elérni. Most kell megállítani, itt az Ausztria példa, ha most nem állítjuk meg, akkor nem tudjuk megállítani. Jön a szalámi taktika, először Ausztria, utána Magyarország, és végigmegy Európán. Gondoljuk át, itt van az ivermektin esete. Magyarországon is lehetett előállítani, volt ivermektint, amint én propagáltam is.
A rendőrség behívta az illetőket, és megtiltotta nekik. Lehet, hogy börtönbe akarják csukni őket. Amikor van egy gyógyszer, amiről tudjuk, hogy biztosan, hogy jó, az ivermektin, hiszen már több mint 4 milliárd, vagy legalábbis közel 4 milliárd ember használta a világon, és nincs igazán káros mellékhatás, és helyette itt van a favipiravir, a remdesivir, ami kísérleti fázisban van, Magyarországon állítják elő, és adják az embereknek. Még nincs kiértékelve, ami meg hasznos, meg tudjuk, hogy jó, hiszen Indiában 250 milliós államokban használták, és 90%-ban hatékony volt. Ezt pedig betiltjuk. Tehát most is olyan rendeletek vannak, amivel látjuk a politikát mögötte, ezt azért tiltják be, mert azért lehet oltani, mert azt mondják, hogy nincs gyógyszeres kezelés. Ha lenne gyógyszeres kezelés, nem lehetne oltani. De és ha van egy gyógyszeres kezelés végre, ami jó, akkor ezzel így bánnak, egy éve kísérleteznek vele, és semmit nem hallunk róla. Tehát összefoglalva, nem akarom húzni az időt, mert még nagyon sok felszólaló van, én az összefogás párti vagyok, tehát mindenféleképpen mindenkivel, oltatlanok, oltottak, fogjunk össze, ne hagyjuk egymást, hiszen körülbelül 50%-a lehet a társadalomnak átoltottja, vegyük úgy, hogy 50%, hiszen sokan a csapba oltottak azért, nem kapták meg, 50% nem, és akik már kétszer-háromszor megkapták, biztos vagyok, hogy többet nem szeretnék kapni. Azért van ilyen kevés tünet, mert 50%-a lehet, hogy még placebót kap. De ha megkapja az igazit, mindenki szenvedni fog. Ez biztos. Örökíthető, mindenfélét okozhat, tehát én azt mondom, hogy fogjunk össze. Örülök, hogy itt lehettem a Mi Hazánk rendezvényén, és azt mondom, hogy hajrá, előre, együtt!